Parlamenti választások kezdődtek Görögországban vasárnap reggel. Mintegy 9,8 millió állampolgár járul az urnákhoz. A kimenetelt szorosra jósolják a hivatalban lévő konzervatív miniszterelnök, a jobboldali Új Demokrácia pártot vezető Kyriakos Mitsotakis és Alexis Tsipras, a baloldali Syriza párt vezetője között, aki korábban miniszterelnök volt. A felmérések szerint a konzervatívok 35%-kal vezetnek a versenyben, mintegy 7% ponttal előzik meg a baloldalt. A választásokon összesen 36 párt indul. Az arányos választási rendszer miatt valószínűsíthető a koalíciókötés, mivel várhatóan egyik párt sem fogja megszerezni a szavazatok több mint 50%-át. Ha nem születik koalíció, júliusban második fordulót tartanak.